Üdvözlök mindenkit a csatornámon, én Méreg Attila vagyok. Új nap, új videó, az intro után kezdünk is. Szevasz, üdvözöllek a műsorban, nagyon örülök, egy újabb vagány fotóshoz, videóshoz van itt szerencsém. Én is nagyon örülök, hogy megkaptam ezt a meghívást, és hogy részese lehetek a projektednek is, válaszolhatok a kérdéseikre. De jó, jönnek is a kérdések. Az első, hogy te is úgy, mint Oscar, aki szerepelt korábban, kedves nézőink, itt lesz majd az ő videója. Te is Szabadkáról kerültél Szentpöltenbe, hogy neked mi a sztorid, mi az életed vonala, hogy Szabadkáról Szentpöltenbe kerültél? Az volt az első, hogy nem nagyon szeretek Szerbiába lakni, és akkor szükségem volt ennyi év folyamatos munka után, hogy legyen valami saját galmam, és én azt ott megleltem Szentpöltenben, ami egy kisváros, Alsó-Ausztria fővárosa, csupán 50 ezer lakossal, de minden elérhető a városban, amire szüksége van az embernek. Vannak skateparkok is, fedett skateparkok is, ez egy nagyon jó lehetőség volt arra, hogy tudjam télen is űzni a sportod, amit szeretek, a görkorcsolyázást. Nagyon jó lehetőség vannak az életre, még nyugis is, még három tó is van a városban, illetve folyó, hegyekkel körülölelve, és akkor ez így, ez így megragadott önmagával, és akkor úgy döntöttem, hogy elköltözök Szentpöltenbe, és ott folytatom az életemet tovább. Sok évig ott kerestem, hogy hol szeretnék lakni, és így most megrajzolódott bennem, hogy erre van szükségem, kis nyugalomra, sok év melózás után, és akkor ott megleltem örömömet. Kellene, hogy itt élsz Ausztriában, Szentpöltenben, rengeteg fonál, rengeteg munka van visszafele Szerbiába. Az első az, hogy ott van a Wikisheep, akivel már 8-10 éve dolgozol együtt, hogy ez a munkakapcsolat, ez hogy alakult ki, és hogy még mindig tart, hogy vissza-vissza jársz? Úgy tart, hogy ők kerestek fel engem még kb. 2012 környéken, amikor megalakult a cég, hogy szeretnének támogatni. Szóval én volnék az egyetlen, akik támogatnának így a brandjükkel, még minden, és akkor így eljöttem Belgrádba, összeismerkedtünk, és akkor így elkezdődött az egész munkafolyamat. De azt bele kell venni, hogy én még akkor nem foglalkoztam videózással, illetve fotózással, amikor ez így megtörtént. Inkább olyan munkakapcsolatunk volt, hogy ők támogattak, és aztán lett náluk saját ruhakollekcióm is, ami a nevem mellett kiadva. És akkor így mondtam egyszer a tulajának a végkésében, hogy én szeretnék tudod fotózással, videózással foglalkozni, és akkor mondta, na jó, hát akkor dolgozzunk együtt, és akkor így elkezdődött az egész munkakapcsolat, ami tart már évek óta, és tartani is fog még, amíg van, szóval mi egyé váltunk a céggel, szóval a vizualitását a cégnek, illetve a brandnek azt én nyújtom, és mennek a dolgok. Jó irányba. Gratulálok ehhez a szimbióta fölálláshoz, ez nagyon vagány, és ahhoz is, hogy van egy saját ruhamárkád, vagy ruhakollekció, de ez hogy alakult ki, hogy annyira jól toltad a görkorizást, hogy láttuk benned potenciált, ez így pontosan hogy alakult ki, hogy téged kértek föl annó? Amúgy abban az időben, amikor csak görkorcsolyázással foglalkoztam, illetve extrém sportokkal, volt nagyon sok támogatom, egy 8 támogatom volt, szóval nagyon sokan támogattak ebben a sportban, hogy én ezt üzzem, illetve hogy tudjam csinálni, és magasabb szintekre tudjam emelni. És akkor így jöttek csak a szponzorok, mert nem is kérdeztem abban az időben, hogy mi, ki, hogy, hanem csak jöttek, tudod, és akkor én mindennek örültem, szóval, amik voltak. Górana is támogatott, még az mellett a Rollerblade cég, az az amerikai görkorcsolyás gyár, és akkor kaptam görkorikat minden 3 hónapban. Ami egy kicsit, ami azt illeti furcsa volt, mert tudod így egész életemen át, a fél karrierem során mindig olyan görkorcsákat használtam, ami nagyobb volt a lábam, szóval nem volt az én méretem, illetve nagyon le volt már a rogyamba a görkorcsa minden, és akkor így nagyon örültem, hogy végre az életem során eljött az a periódus is ennyi energia beleöltése után, hogy kaphassak új görkorcsolyákat, ami addig az életpont, amit nem volt rá lehetőség, és akkor és még az a saját számomban. Ez én szerintem egy nagyon nagy ugródeszka volt ahhoz, hogy még komolyabban vegyem az egészet, és belekezdjek még komolyabban, illetve még több időt tudjam beleölteni ebbe a tevékenységbe. Ez extrém sport nagyon fontos még most is az életedben, hogyha visszatekintesz, visszanézzük az időkerekét. Milyen sikereid voltak, milyen élményeket adott neked a görkorizás?
Ami azt illeti, hát az egész életfelfogásomat, életfolyamatomat ez befolyásolta. Szóval már rájöttem teljes mértékben arra, hogyha nem lett volna ez az életemben, ami így megnyitja előttem az ajtókat, illetve az egész tekintetemet a világra kicsit megtágítja. Még hogy amikor görkorizol, ugye máshogy gondolkodsz már alapból, mint más jellegű emberek, akik nem ebben foglalkoznak, mert valaki csak egy padot lát. Én azon a padon látok egy 500 fajta lehetőséget, egy trükksorozatokat, amit véghez tudok vinni. Szóval ad egy másik perspektívát, még amikor az utcán mész, csak a korlátokat nézed. Tudod, még hogy hol bírnál valamit véghez vinni, valamit csinálni, tudod? És akkor ad egy ilyen jellegű perspektívát, hogy másképp lássad a dolgokat. Szóval ez nagyon sokat segített, tudod, nekem mindenben, aztán a karrierem során, hogy videózással is tudjak foglalkozni, meg fotózással, amivel már elég, hogy is mondjam, itt a Balkánon egy hírhet extrém sportoló voltam a profi karrierem során, és akkor abba hagytam a profi sportolást, akkor az egész klienskörön átjött munkába, tudod, mert mondták, hogy tudod, akkor nem sportolsz, akkor csináljunk most, akkor dolgozzunk. Hát dolgozzunk, Bartjel, és akkor így megmaradtak a szponzorok, mint kliensek, tudod, munkára. Mind a kettő munka, tehát ez egy komoly sport, az is munka volt, de akkor nézzük a mostani munkákat, mert nagyon sok videoklipet forgattál, vágtál, rendeztél, és itt vannak nagyon nagy sikerek is ezek között, hogy valamit félmillióan, millióan, több millióan megnéztek, hogy mondjuk hármat emelj ki ezek között, melyik volt a három legextrémebb, legkülönlegesebb, a szívedhez legközelebb álló munka. Hát most ez így nehéz. Az elmúlt másfél évben 17 zeneklipet kiadtam, 17-et, szóval az, ami nagyon sok. És most, hogy számomra minden egyes projektim önmagában már érdekes, mert sosincs az az unalom benne, mindig valami új van, mindig valami kihívás, hogy most ezt csináljuk még így, most ezt legyen így, csináljunk valami olyat, amit még nem sokan vittek véghez ebbe a térségbe, és akkor úgy az összes projekthez így érzelmi szalma száll fűzve. Minden projekt, amit megnézem, amit kiadok magamból, az egy darab belőlemtől. Darab az én lelkemből, illetve az önmagam személyiségéből, és akkor minden projekt által kiadsz magadból egy, és az egy része, a te részed, szóval a vizualitásod, a gondolatmeneted, illetve az, ahogy érzel abban az időszakban, az mind kijön belőled zeneklip által. És nagyon szeretek amúgy videózni, szóval az teszi ki a hétköznapjaim 99,9%-át, ott, hogy dolgozok, még szerkesztek, gondolkodok, próbálok új projekteket kigondolni, még minden, és akkor megy a dolog. És akkor hát mi volt számomra a legkedvesebb? Mit is említsek még. Például jó volt Amsterdamban, amikor voltunk felvenni klippet, érted, zeneklippet. Az egy érdekes történet már így önmagában, de jó volt oda. Érdekes volt, ami azt illeti. Szerintem az összes, amit csináltam így az elmúlt másfél évben ezeknek a szerbiai rappereknek, az minden tetszett, mert minden egy érdekes projekt, még ők is így érdekes karakterek. Jól néznek ki kamerán keresztül, még tudod, megy a vibe is, akkor magába ránt az egész videózás közben. Úgy írnám le, mint egy lavina, tudod. Megcsinálsz egyet, amíg csak egy hógolyó, és csak megy, és így magával hozza az egészet, mert ha általában egy kliens elégedett a munkáddal, pláne a felső körökből, akkor érted, mindenkinek ő téged fog ajánlani, érted? És akkor ez így hozta magával a többi munkát, és akkor szépen lassan az évek során, tudod, egyre több és több zenészt, híresebb zenészt ismertem, még minden. És akkor ez így vonta maga utána, hozta maga utána a munkát, természetesen, amikor megismernek, érted, megismerik a karakteremet, illetve a viselkedési formámat, még a politikámat, hogy hogy állok hozzá a munkára, ők is motiválódnak, hogy akarnak dolgozni, illetve akarják csinálni. Szóval olyan, amíg nem volt, hogy elmentünk és nem akart volna valaki együttműködni, vagy valami, általában minden simán megy, elmegy 2-3-4 óra alatt felveszek egy zeneklippet, és akkor meg is van. Hát vannak bizonyos dolgok, amik így összekötnek, de a munkafilozófia az, hogy legyen olyan, amit még általában nem látott senki, vagy még nem készített. Legyen valami új, és úgy állok hozzá, hogy nem szeretném, ha
a projektjeim a közeljövőben el, hogy is mondjam, monoton lenne, szóval szeretek mindig valami újat nyújtani. Valami újat, amire így néznek az emberek, hogy ez hogy lett csinálva, hogy wow, 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 és akkor érted, ezen agyalok, és akkor így összerakom valahogy úgy, hogy őrület. Még egyszer gratulálok ezekhez az eredményekhez, de nem minden eredmény a nézettség. Te kisfilmeket, rövidfilmeket is rendeztél, annak is díjak, hogy pár díjat megemlítesz az elmúlt munkaidőszakodból, amikre így büszke vagy. Ez az egész filmkészítés, illetve portré, dokumentumfilmkészítés, ez csak így kipattant az agyamból. Ez pont úgy volt ott, és hogy volt az egész? Pont utaztam Mexikóba, és ott voltam a repülőn, érted? És akkor 11 óra út vár rád Madridból egészen Mexico City-ig egy út, és akkor tudod, hogy ülsz, és akkor bírsz nézni ilyen műsorokat, filmeket közben, és akkor láttam David Lynchről egy nagyon jó portréfilmet, és akkor így magával ragadott, hogy pakker, én nagyon szeretnék ilyen filmet csinálni, szóval nagyon szeretnék, szóval ez így elkapott ott is így. Egész idő alatt ez forgott az agyamban, hogy hú, de jó volna csinálni bakker egy ilyen dokumentumfilmet, és akkor agyaltam, hogy ki lehetne az első alanyom, akivel ezt elkészíteném. És akkor így, ahogy visszaértem Mexikóból, hát én másnap még ismerkedtem a Brassimonttal, barátommal, hegedűművésszel, és pont így mesélte, hogy ő most így elköltözött ad ilyen a semmi közepére, hogy meglelje önmagát, illetve csendben legyen, és hogy el tudja készíteni a saját kézileg készített hangszereit. És akkor ez egy nagyon érdekes témának ígérkezett is számomra, és mondta, na akkor csináljunk filmet. És akkor el is mentem másnap hozzá, egész délelőttet azzal töltöttünk, hogy vettük fel az interjút, aztán még hozzáforgattam takaróképeket, és ahogy hazaértem, 16 percig zsinórba összevágtam a filmből, de a film az 27 perc. Szóval kb. A felét összevágtam, mert annyira vezetett a hív is, a szenvedély, hogy én azt megcsináljam, és minél előbb túl legyek rajta, illetve hogy lássam a teljes képet, mert számomra ez az egész vágási folyamat, illetve a felvevés, vágás olyan, mint amikor egy ilyen puzzle-t raksz magad elé, szóval látod a kis apró kockákat, de még nem látod, a fejedben látod a teljes képet, de még magad előtt így reálisan nem látod a teljes képet. És hiába meséled valakinek a folyamatot, minden nem tudja úgy átjönni. Szóval lehet valami vizualizáció benne, de akkor láss a teljes mértékben, hogy te mire gondoltál már az elején, amikor már kész van, tudom, kiveszed a sütőből a kalácsot, lerakod, és akkor jöhetnek is, elmehetik a saját részüket is, megkóstolják is, akkor mondják, haj, de jó, de még csinálod a kalácsot, addig általában tudod, nem tudják, hogy milyen lesz az íze, csak érzik az illatát, vagy valami. Ez volt az első filmem, szóval azután még volt több, amikor tudod, amikor egy díjat nyertem Lucky Teleken, a Csendben lelt öröm című filmem, akkor az motivált arra, hogy hú, figyelj, lehet, hogy tényleg ebben kellene foglalkozni, illetve csinálnom még több ilyen dolgokat, de ez ilyen minden ilyen saját zsebből értett fizettem, szóval én nem gondoltam, nem az motivált, hogy valami pénzt keressek vele, hanem az, hogy csináljak valami filmet, de ez így hozta az élet, hogy pénzt is kerestem vele, úgy is, hogy nem akartam, tudod, hogy csak akartam csinálni. És akkor második filmem, hú, már nem is emlékszek, hogy hívták, nem emlékszem, csak azt emlékszem, hogy a filmfesztiválon egy nap volt, hogy átadjuk, szóval utolsó nap kb. Tudtuk meg, és utolsó nap mentünk el megcsinálni, és utolsó nap, ahogy hazaértünk, összevágtam az egész filmet, amit elvittek Visegrádba, és második helyen végződött a film, és 1 millió forintot kaptam. És így nézem, micsoda, ezt így most vágtam össze valakért tegnap, és így elküldtem, ez lett a második, mondom, akkor mi volna, ha beleöltenék még több időt, és így leülnék, és így megcsinálnám még jobban. Na és akkor ez így motivált, mert tudtam vásárolni magamnak egyből felszerelést, ami a következő projekthez már tudtam használni, illetve meg tudtam hinteni egy kis fahéjjal és cukorral, hogy ettől egy mesteri a reggeli. És akkor ez nyert Visegrádba második helyet, és le voltam sokkal, de így örültem, ami azt illeti nagyon. És a harmadik filmem a Penovác Endréről készítettem egy portréfilmet, és az is nyert díjat, akkor így Magyarországon, és akkor ez így nagyon örültem, de három filmem után nem nagyon csináltam több ilyen filmet, lesz még filmem, ami azt illeti, a közeljövőben, még ha a jó Isten is adja, akkor sorozatom is,
amit tudok csinálni, fel tudok venni, még minden is ilyen híresebb színészekkel, még minden, szóval ezt várom, hogy ez az egész kibontakozzon. De majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Csak legyünk egészségesek is, jókedvűek, attól nincsen fontosabb az életben, mert ha az egészséges az ember is, a jókedv motiválja az embert is, illetve erőt tud meríteni belőle a hétköznapok viszontagságaiban, hogy motiválja önmagát, hogy csinálja. Szóval még van motiváció, addig lesz minden is. És oké, hogy te extrém sportoló vagy, voltál, meg filmeket vágsz, rendezel, nyersz kisdíjakat, de te mellette még a zenével is foglalkozol. Ez a projekted, ez most hogy áll? Több fajta zenével foglalkozok, szeretek zongorázni, illetve megírni a saját zeneszámaimat a filmeimhez, most a következő filmeim, amit lesz, filmzenéket írok, és akkor ez így nagyon tetszik, mivel tudod, be tudom zárni a kört, szóval meg tudom rendezni, felvenni, összevágni, megcsinálni a color korrektúrát, illetve még a zenét is hozzá tudom írni, szóval ez így nagyon nagy kiegészítő. Még az, hogy az elmúlt évben így sok szöveget írtam, verset, még minden is, akkor így összeraktam egy egész albumot számomra ilyen rap zenébe, és akkor jött is egy segítsége, az egyik Balkánok az egyik leghíresebb rapperje csinálja nekem az albumomat, a Mikri Mouse a Pretty Baby-ből veszi fel. Ez az első alkalom számára is, hogy magyar rappet vesz fel. Mondtam, ha életemben nem vettem fel, még nem vágtam magyar rappet, szóval neki is ez egy kicsit érdekes. De így motiváló szavakkal mondják, hogy akiknek eddig mutattam a rapperek közül, akikkel együtt, mindegyiknek nagyon tetszik. Sőt, még azt is kaptam, hogy valaki csinálna velem számot közösen. Ilyen magyar szervet is. Akkor mondom, hogy ilyen még úgyse volt, bakker, szóval miért ne? Lehet, 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 zúzzuk, tudod. És akkor már így 5 számom megvan az albumomról, szóval még kell 5, és akkor lesz 10 számom. De kb. Úgy szeretném az egész albumot, hogy legyen 5 számom egyedül, és 5 számom más előadókkal, akikkel nem beszéljük az azonos nyelvet, de mégis megértjük egymást a zenén keresztül, tudod. És akkor valami ilyen albumot szeretnék így összerántani. Csak így tovább. Kedves nézőink, minden link Renéhez ott lesz a videó leírásában. Csekkoljátok le, iratkozzatok föl, szeressétek, osszátok Instagramon, ahol jól esik. René, gratulálok ezekhez az eredményekhez, szuper, csak így tovább toljad neki, nagyon tetszik ez az energia bomba, ami te vagy, és örülök, hogy szerepeltél, remélem legközelebb már élőben. Én is remélem, én is. Amit visszamegyek Ausztriába, természetesen megcsinálhassuk élőben is az egész dolgot, felveszünk egy másik dolgot. De már itt vagyok Belgrádban, 4 hónapja csinálok egy zeneklipet, ami eléggé hosszú, terjedelmű, és nagyon sok időt igényel. Szóval nagyon sok időt igényel. Szerintem ez az egyik legkihívóbb projekt, amit eddig csináltam életemben. Szóval, mert az egész folyamat egy lassú stop motion animációról beszélünk. Nagyon sok idő kell hozzá, így van, amit a gyalog mennél Amerikába, tudod. Egyszer úgy is odaérsz. Ha elindulsz egy irányba, egyszer úgy is odaérsz. Szóval, pláne a biciklő. Szóval vegyük úgy, mint ez egy biciklizés van. Felülsz a biciklőre, mész A pontból B pontba. Egyszer leesik a lánc, egyszer kiukad a kerék, egyszer 8-as lesz a kerékbe, vagy egyszer megállsz egy haverral beszélgetni, érted, és dumáltok órák hosszát. De ha folytatod az utat tovább, szóval nem állsz le, hanem mész a kijelölt végcél felé, akkor egyszer úgy is odaérsz. Szóval egyszer úgy is odaérsz, olyan nincs olyan, hogy elindultál a boltba, és mentél az úton, és nem érti oda soha. Néha felfelé mész, néha lejtőn visszatudat, érted? Néha rászkódik az út, de egyszerűen úgy is oda érsz. És egyszer oda érsz. Így van, ér oda, enjoy the way, hajrá, biztos jó lesz a végeredmény. Köszi szépen, hogy itt voltál, légy jó és vidám. Szia. Ha tetszett a műsor, dobjatok egy lájkot, ha még nem tettétek meg, iratkozzatok fel a csatornára, és találkozzunk holnap is. Szevasztok! Mindennapi esetedben, hétköznapi szerepedben nem kell, hogy a gondolatod mindenkivel egyetértsen. Ez a csodás az egészben, hogy mindenki máshogy tekint az életre a fejében.
semmit, álmod nagyot és hidd magadban. Légy magad ura az általad kreált sorozatban. Minden jóban van valami rossz és fordítva. Az élet mint egy majálisi körhinta. Valakit ledob és a csípáját felnyitja. Merítsünk bánatokat hétköznapi hobbikba. Ha az idő pénz volna, mire váltanád be? Szükségre vagy lédus bankjegyekre? Így állsz hozzá, akkor távol van a napkelte. Ha az életed belefoglalnád egy hangjegybe, mi hang lenne és dúlna a bánattól? Vagy mennyi hang lenne, ami átmarkol? Miért van az, hogy akinek van valami a fejében? Nem, nem, gyermeket a hevében. Szerelmet éreztem, de csak a mesékben. Remélem majd egyszer élőben is megérem. Te mi gyöntse beléd az újabb remény. Szolgáljon a hétköznap pozitív leplekén, mint egy csodás kép. Ha a lelked öreként érezd magad a nap hőseként. Elküldte mi gyöntse beléd az újabb remény. Szolgáljon a hétköznap pozitív leplekén, mint egy csodás kép. Ha a lelked öreként érezd magad a nap hőseként.